Szevasztok, ez itt a Kretén Turbo, és most nekifutunk harmadjára is ennek a Space Engineers nevű játéknak. Ez a harmadik videópróbálkozás, amit majd ebből fogok csinálni. Nem pörgök itt össze-vissza. Na szóval ez a harmadik videó, amit majd próbálok ebből az egészből csinálni. Az első az egy kicsit ingerszegényre sikeredett, és azt inkább ki se raktam, meg az amúgy is szar lett. Más sem csináltam az egészbe, csak flexeltem és hegyeztettem. A második videó az egy kicsit jobb lett volna, az már egy picit érdekesebb volt. Konkrétan ezt a kis bányászhajót építettem, amit itt láthatunk. Ez lett volna az első videóban, vagy hát ez lett volna a tegnapi videóban, azonban egy sajnálatos kis technikai malőr miatt leállt a felvétel, és gyakorlatilag annyira összeomlott a rendszer, hogy csak a gép újraindítás segített, és így nem tudtam befejezni a videót, és újra kellett volna kezdenem az egészet. Hát ugye a hajót meg nem fogom újraépíteni. Ez a hajó egyébként tökéletesen működik. Bányászati célokra teljesen jó lett. Igazából életem első olyan működő hajója, amit használni is lehet valamire. Úgyhogy ez már megér egy misét. Ma viszont egy olyan hajót fogunk építeni, ami alkalmas a nagyobb hajóknak a befogására. Ugyanis itt a Space Engineers-ben a világban, itt a területen, ahol játszol, itt mennek különböző bányászhajók, hadihajók, mindenféle ilyen teherhajók össze-vissza, és ezeket lehet elkapdosni. Viszont ezek fel vannak fegyverezve, úgyhogy igen, szóval kell építenünk valami olyan hajót, amivel utol tudjuk érni ezeket, és nem lőnek szét, mint a szart. Úgyhogy most ezt fogjuk elkezdeni. Elvileg nyersanyagunk van elég. Mindjárt meg is nézem itt a assemblert, az összeszerelét. Ja, a nyersanyag az még van rogyásig. Fosásig vagyunk cuccokkal. Viszonylag. Lassan egyébként le kéne költöztetni onnan a tetőről a nagy ládácskát, csak abban meg még több cucc van. És nem akarom becsövezni azt össze-vissza, mert az ugyancsak fölösleges hülyeség lenne. Na szóval, kezdjünk is neki ennek a hajócskának. Ha van a gőzöm nincs, hogy fogom ezt megcsinálni. Tegnap kreatívban próbálkoztam, hogy na mégis milyen hajókat lehetne összerakni, de most itt, hát nyilván nyersanyag szűkében is vagyunk, szóval nem biztos, hogy lesz arra nyersanyag, hogy egy olyan hajót meg tudjak valósítani, amit én kigondoltam. Úgyhogy lássuk, miből élünk. Először is egy kis hajót fogunk összerakni, egy ilyen kis faszavadászgépet. Azt Construction Component, jó van. Ezeket innen... Na. Kiszedjük a picsába. Aztán jól magunkhoz veszük itt a dolgokat. Ebből mondjuk egy 200-at. Construction Component. Hát egy 200 ebből is jöhet. Ezt azért kombináljuk már össze. Aztán rakjuk le az alapot. Large Seal Tube és motor. Egy Confirm motor, az hol a fazon? Itt van. És motorból pedig, tudom én, magunkhoz veszünk 50-et, úgyis fog kelleni. Ezt meg kiválóan meghegesszük. Jön most ilyen sima kis light armor blokkokat fogunk ide baszatni, és ehhez fogjuk a pilóta fülkét rögzíteni.
nem ezt, nem tudom miért az inventory-t akarom nyitni, amikor ezt akarjuk. Interior plate kell hozzá. Abból mondjuk egy 100-at viszünk, és szerintem leadjunk a gyártást a assemblernek mondjuk 300 vagy 400-500 darabkára. Ezt időközben befejezzük, beheggeztük ezeket a szarokat. Jöhet a pilóta fülke. Display, computer és bulletproof glass. Displayből 50. Computerünk is van. 100. Bulletproof glassből pedig 50-et viszünk magunkkal. Megnézzük, hogy ez hogy áll. Ó, mindjárt készen van, viszont szerintem kompjúterből fogunk még csináltatni. Hol van? Kell hozzá arany. Nincs aranyunk. Platinum, nickel, kobalt, vas. Aha. Jó. Elvileg most már tudunk azt is gyártani. Ebből is leadunk egy rahedlit. És befejezzük ezt a vizét. Ezt itt kapásból le is fogjuk flexíni. És oda rakjuk a... Először a reaktorokat fogjuk elhelyezni. Két oldalra, lehetőleg úgy, hogy lehetőleg nem így, lehetőleg úgy, hogy elérjük a őket innen oldalról, és meg tudjuk tölteni uránnal. Igen. Ide megint két olyan szart. Ehhez mi kell nekünk? Reaktor komponens, metal grid. Jól van. Elvileg most már van mindenünk. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire lesz ez az űrhajó használható. Na, egyébként ott is jön egy ilyen military escort, és azok már lőnek minket majd, hogyha közelükbe megyünk, úgyhogy valami olyat kell kitalálni, majd a borítást azt olyanra fogjuk megoldani, ami kicsit is elálló, meg ami ellenáll a gyroszkóp kell nekünk. Ezek a stabilitásban fontosak elvileg. Na, hogy forduljál már be úgy, ahogy akarom. Aha.
Elvileg egyébként totál, teljesen mindegy, hogy hogyan rakjuk fel a gyroszkópokat. Nincsen jelentősége annak, hogy hogy állnak. Picit mondjuk még hülye vagyok ehhez a játékhoz, ugyanis pár napja vettem csak meg, egészen pontosan vasárnap este, és egy szerencsés tipmix nyereménynek köszönhető az egész. Így ezúttal is szeretném megköszönni ezt a játékot a magyar labdarúgó válogatottnak. Jó, akkor ez idáig megvan. Ami inde kell nekünk... Hajtóműveket azokat majd kicsit később fogjuk rakni. Milyen fegyvereket rakhatunk? Azt nézzük meg gyorsan. Rocket Launcher, Gatling Gun. Igazából, hogy ez mivel megy, arról nekem aztán halványra gőzöm nincsen. Vagy hogy kell-e hozzá valami lőszer? Biztos, hogy kell egyébként. Beacont azt fogunk rakni. Az biztos. Ide egyébként, a reaktor az van elég. A két reaktor ez simán el fogja vinni. Úgyhogy... Interior light-ot nem rakunk. Lehet, hogy egy batterit kéne belerakni. Power cell, az nem tudom, hogy mi, de szerintem nekünk olyan nincsen. Jól tudtam, nincsen. Szóval szerintem akkor ez most így marad. Rakunk viszont, hát nem tudom, a rakteret azt, hát valamit érdemes biztos, hogy rárakni, szóval akkor ezt mindenképpen fogok. Egy ilyen medium cargo konténer szerintem teljesen jó lesz, és valahogy úgy próbáljuk meg odarakni. Vannak ezeknek ilyen nagy és kicsi kivezetései. Így lesz a jó, bár... Igen. Ez így szerintem teljesen tökéletes lesz. Kicsi kivezetés. Ott az egy. Nagy kivezetés. Teljesen király. Valamint... Berakjuk úgy, hogy... Be fogjuk csövezni az egészet, hogy úgy, hogy a reaktor az kapásból a raktérből kapjon cuccot, ugyanis akkor nem kell itt bajlódni azzal, hogy az uránt külön a reaktorba pakolni, hanem az úgy szépen elosztja saját magának. Ehhez kell nekünk egy small conveyor. 4-est előszedjük. Oda. Oda kell majd. Hát és nálam is van minden.
Alakul egyébként már elég szépen a báziskám is, szerencsére. Jöhet a conveyor. Ide egy, és ide egy. Valamint akkor már berakjuk a csövet is. Hát, és ez a ötösön van a cső. És ezeket is jól leheggeztjük. Egész pofás módon kezd már egy űrhajóra hasonlítani, bár ez még mindig elég zsenge. Na szóval a báziskám már eléggé jól alakul. Ez annó még kisgyerekkorában egy ennek az aszteroidának nekiütközött űrhajó volt, egészen pontosan valahova odaütközött neki. Igen, ide, itt volt beleütközve a hajó ebbe az aszteroidába. És ezt kezdtem el lebontani és átalakítani ezzé az űrbázissá, ami most gyakorlatilag itt egy ilyen kis talppal csatlakozik az aszteroidához. A hajtóművek még rajta vannak egy-két darab, de gyakorlatilag csak az is csak azért, mert lusta voltam lebontani. Egyébként ez a bázis innen szerintem már nem igazán fog menni sehova, ugyanis ki van belőle bontva már minden olyan dolog, ami a repüléshez kell, vagy a repüléshez elengedhetetlen. Csak és kizárólag ez arra szolgál, hogy ez a kis báziskánk. Na, viszont akkor térjünk is vissza ehhez a jósághoz. Valahogy most megpróbálunk fegyvereket telepíteni rá. És azt is majd betöltjük úgy, hogy kapjon ellátást az egész conveyor rendszerből. Nem is tudom, ezt miért bontottam le. Mindegy, visszarakom. Lehet, hogy beforgatom. Fölülről kap ez. Ezért, hogy alulról tud kapni ellátást? Nem, csak oldalról. Úgyhogy ezt be fogom forgatni úgy, hogy majd fölülről fogom bekötni. De nem így. Nem is így. Így kell forgatni. És ezt is ugyanúgy fogom lerakni. Tökéletes. Small steel tube kell nekünk. Már kezdtem azt hinni, hogy valamit elkurtunk, de szerencsére nem. Ezeket is megheggesztjük. Néztem egy tök jó hajó dizájnt, ami gyakorlatilag a hajtóműveket rendezte el egy ilyen kis hajón, bár az egy picit nagyobb volt, és kreatívban már meg is próbáltam megvalósítani, de ott az eléggé félkész maradt. Üljünk, benézzük meg milyen. Ez úgy elég menő. Jó, energy critical, hát tudjuk, mivel még nincs benne urán. Aha. Hú. Jó. Hogyan folytassuk tovább? Hajtóművet azt majd
majd idővel rakjunk rá, először ezek legyenek meg, és lehet, hogy most becsövezem a másik dolgot. Hogyan lenne ezt egyszerűbb megcsinálni? Vagy ezt kibontjuk, és ide is egy turret, egy ilyen conveyort rakunk, vagy pedig körbe megyünk erre. Szerintem ezt kibontjuk, és egy conveyort fogunk oda is rakni. Most remélem, azt nem kezdtem meg, dehogy nem. Elkezdtem bontani a reaktort, én hülye. Oda is egy conveyor. Oda is egy conveyor. Ezt jól leheggesztjük. És innen még akkor elvileg tudunk menni más rendszerekhez is. Kell. Cső, cső, cső. Cső. És egy ilyen könyök. És aztán majd imádkozhatunk, hogy ez egyáltalán működni fog-e, ugyanis még ilyet a büdös életben nem csináltam. Ezzel a conveyor rendszerrel, meg a csőrendszerrel még csak kísérletezek. Szerintem egyébként annál a bányászhajónál is inkább csak mázlin volt így a kezdők hülyesége, kezdők szerencséje, hogy én nekem egyáltalán sikerült azt úgy megoldanom, hogy ezekből a fúrókarokból közvetlenül a raktérbe csatlakozik a csővezeték, és gond nélkül jutnak el az ércek a fúrópajzsból ezeken a csöveken keresztül a raktérbe. Őszintén remélem, hogy ez így itt is sikerülni fog. Szerintem egyébként ebbe a Gatling gunba is lehet, hogy ez lézer cucc lesz, nem tudom. Hátulra még kéne valamit rakni egyébként szerintem. Ezeket átpakoljuk ide gyorsan. Ne ott foglalja a helyet. És berakunk neki még valamit gyártani. Gravity generator komponens, detektor, motor, power cell. Hát igazából ezünk is van, szóval szerintem egy ennyinek leadjuk a gyártást. Hoppá, izék, lámpa kell majd erre nekünk. Getting turret, missile turret. Oda majd szerintem hajtóműveket fogunk, és... Jó, ezt még egyenlőre hagyjuk.
Kezdjük el szerintem a hajtóműveket babrálni ezen a jóságon. El kell mennünk megint Steel Plate-ért. Ebből viszünk egy 500-at. És... nem K, hanem G. Ha majd valami esetleg nem kell, akkor lefűrészeljük. Szerencsére a nyersanyagok azok így ezáltal nem igazán vesznek el. Leheggeljük ezeket is. Hajtóművek. Szerintem kicsiket fogunk rakosgatni. Négy irányba kapásból rakunk egyet-egyet. Ugye az úgy meglegyen, és ezek lesznek a kormányzó cuccok. Hopp-hopp. Mindjárt kell menni tölteni a rucimat. Azt el is futunk ide gyorsan a kórházi terminálunkba. És mindjárt meg is van. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy fog-e ez a hajó működni. Vagy legalábbis beleférünk-e úgy a fél órába, vagy egy közel 40 percbe, hogy ez a hajó egyáltalán működőképes legyen és repüljön. Szerintem egyébként nem, úgyhogy... szerintem most az lesz a rövid távú cél, hogy ezt a hajót repülőképes állapotba hozzam. Beleheggeztek mindent, ami nálam van. Thruster és construction komponens kell nekünk. Hopp-hopp. Thruster komponens, construction komponens, aha, meg is vagyunk. Úgy is kell a hajtóművekbe, szóval gyakorlatilag jobb, ha van nálunk több. Ez már így, hát már majdnem repülőkész állapotban van. Megpróbálunk valahogy oda alulra beszerkeszteni egyet, de ezt nem tudom, hogy mennyire fog sikerülni. Hopp, jó. Oda egy. Bár ott pont eltakarjuk a... oda egy asznagot, majd le fogjuk fűrészelni. Úgy ott ne takarjunk el semmit, hát ha még azt fogjuk használni, bár az úgyis átalakításnak fog örvendeni, mert ha én oda rakok is valamit, akkor ez a hajtómű elkezdi szétégetni a csövet a csóvájával, úgyhogy ez egy döglött ötlet, hogy ott azt valamit is hagyjak, de így itt szerintem faintosabban fog kinézni. Előre, hátra, vagy előre, föl, le, oldalra megvan. Már csak hátulra kell nekünk hajtómű. 2, 3, 4, 5. Ez nyilván ezt a dizájnt én majd még egy picit finomítani fogom, mert
ez a hajó így elsőre nem szép, ellenben szerintem kurva ronda. És ennél azért egy picit jobb ráford, picit több idő ráfordítással és jobb egy átgondoltabb dizájnnal, meg egy átgondoltabb ötlettel jóval szebb hajókat is lehet ezzel csinálni. Gyakorlatilag ez az egy lábon álló kis hangyafasz, tényleg lehet, hogy így fogom hívni a hajót, kell még rá izé beacon, vagy antenna, vagy valami. Már jelet adjon, ha már van, ezt interior plate kell nekünk, azért gyorsan elhúzunk. Ez adja majd le a jelet, hogy egyáltalán megtaláljuk a kis hajócskánkat. Motor, display, computer, bulletproof glass. Bár ezt lehet, hogy nem is ide kéne rakni. Oda kéne rakni. Hát először föl se rakom szerintem, ezt majd én elkezdem megoldani. A pilóta fülkét azért befejezzük. What kind of bulletproof glass? Mi történt azzal a három darabbal? Igazából jól lenne tudni, lehet, hogy ebben már beflexeltem hamarabb és véletlenül beraktam. Na mindegy. Elvileg most urán kell már csak a kis cuccunkba, úgyhogy azt meg kilopjuk ebből a hajóból. Igen, mivel nincsenek összekötve, ezért nem tudok kiszedni belőlük annyit, amennyi nekem kell. 0,5. És ebből is. Habár két reaktorunk van, szóval az így ennek így elégnek kell lennie. És most ugrik a majom a vízbe. Kell. Ezt össze is kombinálhatjuk akkor. És működik! Működik a csőrendszer, úgyhogy a hajó él elvileg. Mindjárt ki is próbáljuk. T-vel beszállunk. P-vel elnyílunk. Picit lomha. Picit ronda. Na, annyira nem is lomha. Far nehéz. De amilyenké. Szóval elérkeztünk az űrhajóhoz, ami gyakorlatilag megépítettünk, működőképes, működnek a csőrendszer, működik a csőrendszer, működnek a reaktorok, repül a hajó nem utolsó sorban, ez egy igencsak előnyös dolog. Viszont amit még nem teszteltünk, azok az ágyuk. Igen, ehhez lövekkel, azt pedig az assemblerrel tudunk gyártani, a kis gyártósorunkkal, de most szerintem le is rakom a hajót, mert ez így gyakorlatilag elkészült és megvan. Nyilván itt még finomítgatások lesznek, de már az egy tök jó dolog, hogy ez így működik és él a buli. Na, szépen lerakom a cuccost, csatlakoztatom, kikapcsolom a reaktorokat, és kész. Kiszállok. Na, összegzésképpen eljutottunk arra a pontra, hogy a kis hajunk működik, repül, csőrendszer megvan, és ezt mi építettük. Nem a legszebb, nem a legjobb, de a milyenké. Ha tetszett a videó, akkor lájkoljátok az oldalt, nyomjatok leciket a videóra, kövessetek be minket YouTube-on. Remélem, hogy tudtam azért, ha újat nem is, de érdekeset mutatni nektek ezzel a kiváló játékkal kapcsolatban. Úgyhogy köszönöm a figyelmet, csőzet, majd a következő videó nem tudom mi lesz. Csáááá!